Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hamarosan láthatják majd az érdeklődők a hatodik magyar snooker gálát, amelynek az ötletgazdája és egyik főszervezője Buzás Gábor, és Csurgó Balázs is itt van velünk, ő is ennek a gálának a főszervezője. Én emlékszem, hogy amikor az első volt, én ott voltam, és akkor is beszélgettünk erről, és nagy volt a bizonytalanság, hogy vajon mennyire érdekli ez a szurkolókat, hányan fognak eljönni, mi lesz majd, mi fog történni, és arra is emlékszem, hogy tömegek átsorogtak a bejáratnál és pillanatok alatt elfog, elfogytak a jegyek, talán egy kicsit jobban indult ez a történet, mint ahogy számítottatok rá, már akkor is. Ez Nagyon jól indult ez a történet, ez úgy nézett ki, hogy én kerestem helyszínt, mert ugye nem, nincs erre egy alapvető helyszín, mert Magyarországon nem szoktak snukergálát rendezni, mi voltunk az elsők, és egyszer csak teljesen véletlenül rátaláltam a Gerevi Csaladás sportcsarnokra, ami egy vívó csarnok, és teljesen ideális snuker szempontból, mint ez utólag kiderült, és így néztem, hogy fú, hát ez bazi nagy, mondjuk, hogyha ilyen 500 néző bejön, az bőven elfér, én kb. annyira számítottam. 1400-an férnek be, és két teltházzal csináltuk meg az első gálát, úgyhogy ezt sikerült túl teljesíteni az én elvárásaimat. Tényleg nagyon jól indult az egész. És azóta az van, hogy minden fél évben sikerül egy ilyen gálát összehozni. Amikor elkezdtétek, akkor mi volt a hosszú távú terv, és ahhoz képest mi az, ami megvalósult, mi az, ami nem? Hát ö, olyan tervünk nem volt, hogy fél évente csinálunk. Az elsőt megpróbáltuk Lehetőleg jobbra kihozni, mm -hmm. semmi hosszú távú tervünk nem volt. De amikor túl voltunk az elsőn, akkor leültünk hárman, ugye Weber Gábor a harmadik szervezőtársunkkal, és úgy döntöttünk, hogy hát, ha ez ilyen jól sikerült, akkor folytassuk mindenképpen. Ugye 2017 márciusában volt az első és 2017 októberében már meg is szerveztük a másodikat, majd 2018-ban is szerveztünk egyet, és 2019-ben pedig kettőt. Tehát nem tűztünk ki egy hogy akkor minden évben egy, vagy minden évben kettő, hanem ö, próbáltuk a, a lehetőségekhez képest a legtöbb ö, esemény megszervezni, ami önmagában nagyon nehéz, mert a Snooker a naptár az rettentően telített, tehát nagyon kevés olyan luk van abban a naptárban, amikor elérhetőek a játékosok, és hát nem csak Magyarország az egyetlen ország, ahol szeretnének szervezni olyan szervezők, mint mi, hanem azért elég sok ország küzd ezekért a játékosokért, és ahol luk van a naptárból, azonnal próbálnak lecsapni ezekre a játékosokra. És a játékosokat mennyire könnyű megközelíteni, elérni, meghívni, elhozni ide? Hát ugye vannak a játékosok, és van Ronnie O'Sullivan. Tehát ez két, két, külön liga az egész. Nyilván az első snooker gálától mi abban reménykedtünk, hogy egyszer csak Ronnie oszalivent el fogjuk hozni. Ehhez bizonyítani kellett a gálákon, hogy ő úgy gondolja, hogy szeretne jönni? Lehet, hogy ez is benne van, bár erről olyan sok információnk nincs. Kell, kellett egy, én azt gondolom, egy kis szerencse is kellett hozzá, meg nyilván az, hogy próbálkozunk, 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 mert már nagyon sokszor megkérdeztük őt, közvetítőn keresztül, hogy, hogy jönne, akar-e jönni, mennyiért akar jönni, ugye az sem mindegy, és, és most jött ez össze, de hát ő teljesen más liga, mint a többiek, ezért lesz ez egy nagyon különleges esemény ez a mostani, és ezért lesz egy nappal több, egy előadással több, mint amennyi lenni szokott, mert olyan hatalmas az érdeklődés, tehát van, van mondjuk egy átlagos snooker, nem egy átlagos, de mondjuk egy többszörös világbajnok, mint John Higgins, aki legutóbb itt volt, őt eljöttek megnézni kb. 2500-2800-an Ronny ért, eladtunk, Ronny Oszalivenre eladtunk 4500 jegyet, úgyhogy még el tudnánk uh -huh. adni egyet, borzasztóan érdekli az embereket. Mi az, amit lehet majd látni tőle a gálán, mert nyilván teljesen más egy versenyen elindulni, és teljesen más egy gálán nyújtani a közönségnek? Ő, ő talán az egyik legrutinosabb gálázó játékos uh -huh. a profi mezőnyben, nagyon-nagyon sok ilyen típusú fellépése van, nagyon sok helyre hívják, mi elhatároztuk, amikor ezt elkezdtük a Magyar Snooker Gálát, hogy próbáljuk meg bemutatni a játékosoknak az emberi arcát. Tehát ne csak az a robotszerű profi játékos lássák, amit a televízió közvetítésekben is láthatnak, hanem sokkal inkább jön ki az emberi oldaluk, ezért mindig próbálunk olyan játékelemeket, olyan szórakoztató modulokat betenni a gálába, amitől, amitől, ők is egy kicsit lelazulnak, jobban érzik magukat. Úgyhogy a klasszikus frémezés, a klasszikus meccseken túl azért rengeteg ilyen, ilyen elem van. És Roniról azt kell tudni, hogy ő az összes gálán szinte kivétel nélkül szokott lökni maximum bréket, amit mi is nagyon remélünk, hogy ez meg fog itt is történni. Úgyhogy bízunk benne, hogy a közönség az nagyon jól fog szórakozni. Ti mennyire izgultok amiatt, hogy találkoztok majd vele, hogy megismerhetitek, hogy, hogy ennek a sportágnak a legnagyobb alakja itt lesz majd, és elérhető közelségben van? Ö én nagyon nem izgulok, de borzasztóan várom, mert mert nagyon kíváncsi vagyok rá, meg Márkelenre is azért róla is érdemes beszélni, ő most a, az idei szezon legjobb játékos, és ő is egy nagyon izgalmas figura, és ők ketten egyébként nagyon jóban vannak, tehát ez egy viszonylag új információ, hogy Ronnie ra nagyon sokat segített Márkelennek, aki lefogyott 25 kilót, és megnyert a versenye fel, versenyek felét megnyert ebben a szezonban, tehát ilyen szempontból is ez egy érdekes kémia, ami közöttük van, és hát mi, az egy kis kulisztatitok, hogy mi el szoktuk vinni mi főszervezők egy vacsorára uh -huh. a sztárokat, és akkor tényleg elég közelről meg tudunk ismerkedni velük, és, és hát ugye többé-kevésbé az igazi arcukat látjuk, és onion O'Sullivanről én azt tudom, hogy ő, róla azért van egy olyan kép az embereknek, hogy kicsit nagy nagyképű, kicsit sokat enged meg magának, ő tényleg egy ultrasztár a Snookeren belül, tehát ő az, aki kicsit túllóg a túl Snookeren, de, de közvetlenül emberként, meg, meg csupa olyan infót hallunk hogy nagyon szimpatikus, nagyon kedves, szerény, visszafogott, tehát mi ezt az oldalát is meg fogjuk kapni, nagyon kíváncsiak vagyunk rá, ez biztos. Azt tudjuk, hogy a szurkolók imádják ezt a gálát, meg ezt a sportágat is, de például azok a játékosok, akik eddig itt voltak és eddig részt vettek a gálákon, ők milyen visszajelzést adnak arról, hogy nekik ez milyen élmény? Hát a legtöbb visszajelzés arról szól, hogy le vannak döbbenve mert ők is nagyon sok ilyen bemutató mérkőzéssel járnak, és azért a legtöbb helyen ezeket klubokban szervezik, ahol mondjuk 100-200, jó esetben mondjuk 3-400 ember elfér, semmi több. Na most a Magyar Snooker Gálán tényleg egy előadáson 1500, körülbelül 1500 ember néző van jelen, és olyan elképesztő aréna hangulata van a uh -huh. Gerevi Csaladás attól, hogy, hogy nagyon pici helyen elfér ennyi ember, és egy nagyon szűk arénám közepén van az asztal, hogy amikor ezek a játékosok belépnek és, és meghallják a, a közönség tombolását, akkor teljesen erőzékenyülnek. És a magyar közönségről azt kell tudni, ami egy kicsit ellentétes, vagy egy kicsit talán több is, mint amilyen a profi közvetítéseken megszokott közönség, hogy a magyar közönség rettentően hálás mindenért. A legkisebb mozdulatért, a legegyszerűbb megoldásért is nagyon hálásak, mindent megtapsolnak. Már-már néha zavarba ejtő a játékosok számára, lök egy, számára teljesen egyértelműt és óriási tapsot kap érte, uh -huh. tehát ez is egy olyan plusz motiváció nekik, hogy, hogy folyamatosan pozitív visszajelzést kaptunk. Igen, azt hiszem, hogy az amatőrök tudnak értékelni minden olyan dolgot, ami sokkal, de sokkal nagyobb tudást igényel, mint ők, és hát ki nem próbálta ki ezt a sportágat, vagy valami hasonlót, amiből tudja, hogy azért ez nem olyan egyszerű, mint sok minden más, mondjuk futni, vagy sétálni, vagy valami, szóval hogy ezek nem olyan magától értetődő dolgok. Mindig figyeltek arra, hogy azért legyenek magyarok is a programban, gondolom, hogy idén is így lesz. Hát igen, már csak azért is, mert az egésznek ez volt az egyik motivációja, hogy, hogy a magyar snooker, hogy is mondjam, helyzetét kicsit elősegítsük, és hát Révész Búcsú az, aki, aki mindegyik ott volt, ugye az elsőtől fogva mindegyiken egyen, nem? Egy, egyen talán nem tudott ott lenni, de akkor neki ez lesz az ötödik fellépése, úgyhogy most... fel is nő majd. 16 éves most, tehát az első gálám volt 10, ha jól számolom, de hát ő egy elképesztő nagy tehetség, tehát nagyon jó esély van arra, hogy ő profi játékos lesz, és, és nekünk meg szerintem ez kötelességünk, hogy hogy segítsük az ő minél ismertebbé válását. Hogy Mi meg hihetetlenül élvezzük, hogy lehet látni őt, felnőni gyakorlatilag ebben a sportákban, és ezek között, ezek között a szupersztárok között. Egyébként ő vele beszéltetek már arról, hogy hogy ez számára mit jelent, hogy ilyen szupersztárok között lehet évről évre? Mert ez elképesztően motiválja. Uh -huh de mivel, hogy a Gábor mondta, ez már az ötödik gála lesz, ahol felép, kicsit azt látom rajta, hogy megszokta. Rutinos. Nagyon rutinos lett a fiatalember, tehát simán odalép bármelyik játékoshoz, mm -hmm. És hát a harmadik gálán Sean Murphy, aki szintén egy világbajnok játékos, vele játszott egy shootout frame és megverte. És, és, hát akkor úgy érezte szerintem, hogy hát ki ez a profi játékos, simán meg tudom verni. nyilván egy frame de abszolút nagyon-nagyon nagy magabiztosságot mm -hmm. adott ez neki. Mi az, ami, amitől szerintetek ennyire népszerű ez a játék, hogy ennyien be mennek megnézni? Ugye az elején tudom, hogy mindenki meg volt lepődve azon, hogy, hogy milyen rengeteg ember kíváncsi erre. A snooker egy nagyon különleges dolog. Egyrészt sokat lehet látni a tévében, másrészt meg, meg egy réteg sport, de egy, de egy olyan réteg sport, ami nem is annyira sport. Ugye az úriemberek sportja, ezt is szokták rá mondani, mert mert ez ez nem olyan, mint mint elég sok sport, hogyha valami történik, akkor, akkor próbálom kihozni a legjobbat magamnak. Tehát, hogy mondjuk vannak sportok, az emberek megpróbálják átvenni a játékvezetőt. Uh -huh. Nem tudom, uh -huh. esetleg találkoztál-e ilyennel. A snooker, a snooker az nem ilyen. Tehát ott, ott bemondja az ember maga ellen a hibát, és, és, és szól a játékvezetőnek, hogy bocsi hibáztam. Tehát, tehát annyira, annyira más az egész, és annyira egy külön világ a snooker hogy szerint, jó, én is ezért szeretem, tehát hogy beszéljek róla, egy borsódzik a hátam tőle, mert én is ezért szeretem részben a snookert, meg mert az intellektusra hat, tehát nem is egy igazi sport igazából, ez egy játék, ami az intellektusra hat, de közben versenyeznek is az emberek. Úgyhogy van egy olyan emberfajta, egy embercsoport, aki, aki ezt imádja, és, és, és nézi, tehát akár napi 6-8 órát is megnéznek. Na most hány órás lesz az előadás, mikor és hol? Hát ahogy már beszéltünk, ez a Gerevics Aladás sportcsarnokban lesz, március 4-én kettő aladással készülünk, és március 5-én pedig egy előadással. Sok olyan kérdés jött, hogy melyiken szerepel majd Ronios Aliven, azt most meg tudjuk erősíteni, nézzük mind meg, egyik. hogy mindegyiken szerepel. A, mind a három gála teljesen egyforma felépítésű lesz. Két részből fog állni. Az első rész az egy picit talán szórakoztatóbb, a második rész a szünet utáni rész pedig kőkemény csata lesz a két játékos között. És aki meg nem tudott jegyet szerezni, az kapcsolja majd be a sporttelevíziót, hiszen mi meg közvetítjük ezt az eseményt, úgyhogy tartsanak velünk mindannyian, akik nem tudtak elmenni. Nagyon sok sikert kívánok hozzá, és hát természetesen mindenkinek nagyon jó szórakozást, aki akár a helyszínen, akár a televízióban nézni fogja. Viszontlátásra!